A KDNP elmúlt fél éves parlamenti munkájában a családi csődvédelem kérdése volt a legfontosabb, emelte ki Rétvári Bence. Az államtitkár elmondta, több éves előkészítő munka, egyeztetés után nyújtották be a törvényjavaslatot, amely több tízezer olyan családnak segíthet, amelynek 2 és 60 millió forint közötti hitele van, és nem tudják fizetni a törlesztő részleteket. Ezek az emberek tehát fizetnének, csak egész egyszerűen több a törlesztő részlet, mint amit fizetni tudnak. Ők a túladósodottak, akiknek negatív a vagyonuk, több az adósságuk, mint a teljes vagyonuk és a várható jövedelmük. Nekik segít a családi csődvédelem, hiszen hogyha az adósságuk nem több, mint kétszerese a vagyonuknál, tehát több, mint a vagyonuk, de nem kétszer több, mint a vagyonuk, akkor az ő esetükben egy 5 éves időszak alatt ennek a helyzetnek a rendezése várható. A KDNP javaslattal él az időseket megtévesztő termékbemutatókkal kapcsolatban is. Törvényben szeretnék megvédeni a becsapott nyugdíjasokat, akikkel olykor több százezer forintos hitelszerződést íratnak alá cégek, amelyek azután nem elérhetők. A kereszténydemokraták a megtévesztő, ingyenes termékeket hirdető reklámok ellen is fellépnek.